Nagyon együtt érzek Gyurcsány Ferenccel, mert én is nagyon éhes vagyok. Én éhes vagyok a demokráciára, sőt, szomjúzom a demokráciáért, mert hát ez már nagyon meg van csorbítva. És ez a regisztráció, hát ez majdnem azt lehet mondani, hogy az utolsó szög a koporsóba. Azt mondják, hogy a regisztráció azért van szükség, hogy tudatos szavazók legyenek. Na kérdem én, hogyha elviszik a Jóskát egyenesen a kocsmából, és mindenkit, aki a Kubatov listán van, egyenesen a kocsmából elviszik regisztrálni, akkor abból miért lesz egy tudatos szavazó? Hosszú hetek óta azt látom, hogy nem csak neki, hanem a DK többi vezetőjének, tagjának is az jár a fejébe, hogy hogyan lehet kicsit felrázni az embereket. Ez az egyik eszköz. Biztos vagyok benne, hogy sokan fognak fanyalogni, hogy jaj, megint miért így. Én mindenkinek azt mondom, bátran, akkor tessék jobbat ajánlani. Az, hogy ilyen média figyelem övezi ezt az akciót, ez mindenképpen a kezdeményezők igazságát bizonyítja. Nem csak Magyarországon érdeklődnek, hanem külföldön is. Arról beszélnek, hogy ezt miért csinálják. És ebben az esetben már azt kell mondanom, hogy ez egy győztes vállalkozás. Még valamit szeretnék mondani, és ez pedig az újságíró kollégáknak a felelőssége. Ugye itt arról van szó, hogy egy nagyon közkedvelt példával éljek, hogy két válogatott fog nem sokára összecsapni egymással. A másik oldalon, amelyet én mondjuk az egyszerűség kedvéért antidemokratának nevezek, már 11-en vannak, ez biztos. A másik csapatban szerintem még nincsenek 11-en, de az a tény, hogy az újságírók egyre másra kipécéznek játékosokat, és azt mondják, hogy ez ne játszon, az menjen innen, ettől nem lehet közösen játszani, és így tovább. Egyre csökkentik csapat létszámát, egyre szűkítik azoknak a körét, akik ebben a meccsben hatékonyan részt tudnának venni, esetleg még a győzelem reményével is. Ne csinálják! Én azért tartottam fontosnak, hogy kijöjjek, mert annyira fülidegesítettek az emberek azzal, hogy erről mi a véleményük, hogy muszáj volt megmutatnom azt, hogy itt vagyok, hogy mindenki lássa, hogy hova tartozunk. Mindenkinek itt kellene lenni. A jó esti program, muszáj együtt érezni azokkal, akik valami jó miatt és valami jogos miatt lépnek, ha már mi nem lépünk, de hát hiszen lépünk, mert hogy itt vagyunk. Az, hogy regisztráljanak, hogy kontrollálják, hogy én elmegyek és szavazni, vagy nem, és ezek után milyen büntetést kapok, mert ilyen volt, én 1976-ig nem tehettem ki turistaként a lábam nyugatra Magyarországról, mert hát bizony nem mentem el szavazni, meg sok minden más egyet elkövettem, és ez lett a büntin. Most meg azt gondolják, hogy aki nem megy el szavazni, hanem meg valami büntit kap. Ha így maradnak a dolgok. De nem maradnak. Magát az ügyet fontosnak tartom. Alapvetően igaz az, hogy el akarják csalni a következő választásokat, ez ellen tiltakozni kell, hogy ez ki éhségsztrájkkal csinálja, ki azzal, hogy kijön ide. Persze az van a legjobb, ha sok százezer ember tüntetne ebben az ügyben. Nem egyedül jöttem, 20-an vagyunk itt, azért, mert szerettük volna barátainkat ebben a nehéz helyzetben is meglátogatni, köszönteni, erősíteni. Leginkább azért, hogy biztassuk őket arra, hogy ez az akciójuk is szolgálja azt, hogy a jelenlegi kormányt leváltani akaró erők szövetséget tudjanak kötni hiteles, áldozatokat hozni tudó személyekkel. Több pártrendszerben élünk, ez egy teljesen normális dolog, hogy egy politikus, ha másképp nem tudja kifejezni a véleményét, akkor egy ilyen lépésre kényszerül. Az állampolgároknak csorbul az a lehetősége, hogy kifejezzék a véleményüket 4 év kormányzás után, akkor sajnálatosan nem érvényesül sem a demokrácia, hanem egy nagyon puha fasiszta diktatúra kialakulásának a kezdeténél járunk. Ezt muszáj elmondani egy antifasiszta vezetőnek. Tudható, más pártban vagyok, ott is maradok. Így aztán nyilván lehet, olykor van is pártközi vitám, mondatokban, gondolatokban, módszerekben. De az igazi, az életbe vágó vitám, a kibékíthetetlen ellentmondásom azokkal van, akik a jogokat szűkíteni akarják.
akik még hozzá azoknak a jogait és esélyeit nyírbálnák meg, akiknek mindezekből kevés jut. Mert a regisztráció ötlete erről szól. Ezért támogatom a tiltakozás minden formáját. Általános, titkos, egyenlő, közvetlen, nőkre is kiterjedő, község szerinti. Egy szabad ország, szabad választásainak ez a hat kritériuma, ugye tudjátok, valamennyien, jogászok is tudják. Hát akkor mi van? Nálunk mi hiányzik? Egyenlőség, ugye? Hát akkor ezen gondolkodni kéne. Ez hiányzik.